Velek szexrapszolgákat futtatott egy férfi és két társa Amerikában őrizetbe vették őket. Emberkereskedelemmel, zsarolással is gyanúsítják őket. 20-22 éves homoszexuális férfiakat csaltak ki New Yorkba és Miamiba, hogy prostitúcióra kényszerítsék őket. A pénzt, amit ezzel kerestek, megtartották. Ebben a brooklyni házban lakott az a magyar házas pár, akiket most tartóztattak le, mert fogságban tartottak több 20-22 éves magyar fiatalt, akiket szexuális szolgáltatásokra kényszerítettek. Harmadik társukat Miami-ban fogták el. A hat a, szex volt a, betéve egy 10 méteres szobába, és a, kellett nekik szexelni együtt, és a, a, kimenni még eszkortra is mondjuk 20 órát egy nap dolgoztak. Volt ügyvédjük a magyar származású Rónai Péter, azt mondja, volt, akit úgynevezett eszkort szolgáltatásra kényszerítettek, és voltak olyanok, akiknek webkamera előtt kellett szexelniük. A történet érdekessége, hogy az egyik futtató az a B. Viktor, aki úgy lett ismert, hogy egy flakon kokkorinó öblítő miatt tartóztatták le két évvel ezelőtt Amerikában. A férfi éppen a lakásában bontotta ki a postai küldeményt, amiben az öblítő volt, amikor FBI ügynökök rátörték az ajtót és a földre teperték. Azzal vádolták, hogy kokain van a flakonban. A férfi hónapokig volt börtönben, aztán ejtették a vádat. Abban a perben Rónai Péter képviselte, aki a kacsa hajó balesetben meghalt fiatalok szüleit, és a Costa Concordia balesetben meghalt zenész családját is képviselte. Az ügyvéd azt mondja, egy idő után visszaadta az ügyet, mert kezdett gyanús lenni, hogy valami nem stimmel. Most az egyik szexrapszolgát védi. Ebben a házban, mikor most filmezzük ezt, a hat magyar funkány egy szobában. Az ügyvéd az egyik szexrapszolgától most tudta meg, hogy amikor az egyik amerikai TV csatorna a kokorinos ügy miatt a gyanúsítottak házában forgatott, akkor az egyik emeleti szobában voltak bezárva a szexrapszolgák. Amikor én ott voltam a háznál, Um, valószínűleg ezek a, a szexrapszolgák um, fönt voltak bezárva egy szobába. A kokkolinos ügy korábbi gyanúsítottja, például az egyik közösségi portálon ismerkedett meg egyik áldozatával, Jól fizető munka lehetőséggel csábította ki. A fiúkat bezárták egy lakásba, elvették a pénzüket és az útlevelüket, fenyegették és meg is verték őket. A történet furcsasága, hogy amikor a kokorinos ügy miatt a mostani egyik gyanúsítottat, B. Viktort letartóztatta az FBI, akkor házkutatást tartottak a házban, viszont a szexrap szolgák valahogy senkinek nem tűntek fel. Mert, hogy az ügyvéd szerint a házkutatás alatt is a házban voltak a fiatal fiúk, naponta 18-20 órát kellett dolgozniuk. A három férfit már tavaly október óta figyelte az FBI.